Megtelt a fedett lelátó rész és környéke a Bonyhád elleni rangadóra Tamásiban. A B-középnek volt oka az örömre, mert egy félidőnyi játék után 1-0-ra vezetett, a legutóbbi fordulóban majosan megbotló, az első helyet elvesztő, mondhatni ezúttal tartalékosan felálló csapatuk. A kompletten felálló, ideiglenesen listavezető Bonyhádiak ellen nem volt gond a támadó játékkal, nem csak a játékos edző, a vezér egyeniség, Jamme Haruna hiányzott ezúttal egy meccses eltiltása miatt, mellette nem volt ott a pályán a szintén alapembernek számító Szél Csaba sem. Rosszul játszottunk, és ennek ellen érdekes, mert rosszul játszottunk, ennek ellenére mégis voltak lehetőségeink, ugye 1-0-nál az első félidőben itt volt az 41. percben egy 100-as helyzetünk. A Tamási kispad pedig úgy látta az első játékrészt, ha az afrikai csatár Ató jobban koncentrál nagy gólhelyzeteinél, és a Bonyhád is persze betalál, akkor is minimum egy gólos előnnyel térnek pihenőre. Kiegyenlített volt a játék, talán igen, nekünk több helyzetünk volt, illetve nagyobb helyzeteink voltak az első fél időben, illetve a második fél idő elején már pontot tehettünk volna az ére, és eldönthettük volna a mérkőzést. A legnagyobb veszélyt a második fél időben Máté Róbert 25-27 méterről küldött, de középre tartó szabadrugásával okozta Pintér kapujára. A hármas sípszó után azonnal nagy ünneplés tört ki a Tamási sporttelepen, a kiemelt nagy rangadó 1-0-ás megnyerése elfelejtette a múlt heti kínos majosi zakót. Visszaelőzött ugyanis a táblázaton a Tamási. Igazából ez csak így a külsősök gondolják így, hogyha nincsen Haruna, nincsen Szél Szabi, akkor itt most borítékolva volt az, hogy a Bonyhád nyer, de szerintem most megmutatta a csapat, hogyha ők sincs, vagy ha ők nincsenek, akkor csapatként helytállunk, és meg tudtuk szerezni így a 3 pontot. Rossz mentalitásban játszottuk, én azt éreztem, hogy nem akarjuk elégi ezt a győzelmet. Lehet, hogy ez más csapatok ellen belefér, hogy így menjünk fel a pályára, de ez itt nem fért bele. A Bonyhádi kapura veszélyes emberek semlegesítésében, a szélek levédekezésében az egyik legjobb teljesítményt nyújtó játékos Orosz Ádám volt. A legnagyobb király! Orosz Ádám a legnagyobb király! A Haruna azt kérte, hogy ezeket az indításokat megadályozzuk, szóval a védekezésnél közel legyünk egymáshoz. Az Ató azt volt neki két zicsere a második fél idő elején, hogyha az belövi, akkor előbb lezárjuk a meccset, de úgy gondolom, hogy egész meccsen jó zárt a retesz hátul, meg így az egész csapat fegyelmezett volt végig, és én szerintem megérdemelten győztünk. A bajnoki címért folytatott hármas holtversenyben 13 forduló elteltével a Tolna vette vissza a vezetést a táblázaton. 1 ponttal van kevesebb a második Tamásinak, 2-vel a harmadik Bonyhádnak, ám a soron következő Bonyhád-Tolna csúcsrangadó újabb változásokat idézhet elő.